Ezek a képek a 2001-es nagy Tisza járvíz idején készültek megyénkben. 1970, 1998 és 2001. Mindhárom évszám egy-egy jelentős tiszai áradás dátumát jelzi. Egy nagyobb árvíz másodpercenkénti vízhozama megközelítheti az 5000 köbmétert is. Az ilyen mértékű árvizek a nyilvánvaló gazdasági károk mellett emberéleteket is követelhetnek, ezért kiemelten fontosak a most megvalósulóhoz hasonló komplex beruházások. Egy nagyon fontos árvízi tározót építünk a Túr és a Tisza között. Ennek az a lényege, hogy biztonsági szelepként fog működni rendkívüli árvizekkor, tehát a kinyitás helyszínén, ahol kivezetjük a vizet, 40-50 cm-es árapasztást tudunk produkálni, és a hatása egészen vásárosnaményig és alatta is érezhető lesz. Ez azt jelenti, hogy a töltések terhelését jelentősen le tudjuk csökkenteni, úgy, hogy a kivezetett víz lakott területeket, emberéleteket nem veszélyeztet. A térség fejlesztése árvízvédelmi szempontból már több mint 20 éve zajlik. A Tisza túrtározó megépítése egy plusz biztonsági szelep lesz a rendszerben. Nem vagyunk még kész, konkrét elképzeléseink vannak. Van még hátralévő feladatunk Magyarországon, gondolok itt elsősorban a túr töltés fejlesztésére, illetve a Tisza jobbparti vonalának a fejlesztésére, és be kell, hogy valljam, vannak feladataink Kárpátalja fele is, hiszen vannak olyan területek, ahol ha a gátszakadás történik, az magyarországi területeket önt el, tehát az államhatárt nem ismeri, és szeretnénk ott is eredményeket elérni, akár a mezővári, az új lakitározó megépítés ügyébe, illetve töltés erősítésben. A projekt az árvízvédelmi célok mellett teljes vízkár elhárítási és vízgazdálkodási fejlesztést irányoz elő, támogatva ezzel a település rendezési és turisztikai fejlesztéseket, a gazdaságfejlesztési programokat, a természetvédelmi értékek megőrzését és az ártér revitalizációját. A térség biztonsága, az emberi életek, értékek megóvása azt hiszem, hogy a egyik legfontosabb feladat. És természetesen azért nyilván minden egyes ilyen épülő árapasztó tározónál egy kerékpárút rendszer is kiépül a töltéseken, és ez a Felső-Tisza vidéken már így is szerencsére jellemző kerékpárút hálózat bővülhet a beruházással. A kohéziós alap támogatásával 36 milliárd forintból tervezett létesítmények komplex vízgazdálkodást tesznek lehetővé, tehát nem csak a víztöblet kezelését, hanem a vízhiányos időszakok csökkentését is segíteni fogják. Mindez zöld energiával valósul meg, hiszen a szivattyútelep energiaellátásáról egy napelem park fog gondoskodni.